Az 1848-49-es eseményekről, a pesti forradalomról és a 48-as szabadságharcról magyarok milliói emlékeznek meg március 15-én. Városunkban immár hagyományosan, idén is a Tompa téren fiatalok és idősek ünnepelték a márciusi ifjakat. A Csemadok Rima Szombati Alapszervezetének szervezésében ünnepi megemlékezés keretén belül hajtott fejet Petőfi Sándor szobra előtt az ünneplő tömeg. 1848, te csillag, ahogy Petőfi annó megírta, és azóta is, nem mondom, hogy az én szívemben él, mert azóta nem élhet, de amióta eszemet tudom, és tudom, hogy magyar vagyok, és tudom, hogy milyen ünnep volt ez, és hogy a forradalom kitörését, kezdetét jelentette. Azóta ez egy gyönyörűsége, szép tavaszi ünnep, az ifjúság ünnepe. Az, hogy itt vagyunk, és sokan összegyűlünk, és az ember egy pillanatig úgy nagyon felszabadultan és lélekben röpködve lehet magyar, ez nagyon jó érzés. Megemlékezni azért fontos szerintem, hogy tudjuk, hova is tartozunk. A történelem és a térképen is tudjuk, hogy igenis van nekünk egy saját helyünk, és van hova tartoznunk. Ez a legfontosabb szerintem. A hova tartozást és az összetartozást szimbolizálja számomra. És ez az ünnep, a mi ünnepünk, ilyen nincs más nemzetnek, és ezért is fontos ez az ünnep. 1848, te csillag. Te népek hajnal csillaga. A megemlékezésen elhangzott Petőfi Sándor 1848 című verse, és Veszelovszky Balázs budapesti középiskolai tanár történész mondta el ünnepi beszédét. A Csillagvirág együttes előadásában pedig Tompa Mihály a Madárfiaihoz és Pósa Lajos Magyar vagyok című verseit hallgathatta meg a nagy érdemű, megzenésített formában. A helyi és környékbeli szervezetek, iskolák, magánszemélyek koszorúikat elhelyezve tisztelektek Petőfi Sándor szobra előtt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek szívében is éljen ez a nagy, nagyon jeles és magyar ünnepünk, és a Csemadok részéről kaptunk meghívást, hogy az idén is szeretnének minket látni a Petőfi szobornál, és mi nagy-nagy örömmel elfogadtuk a meghívást. Számomra azért fontos a március 15-e, mivel egyszerűen azért, mert magyar vagyok, és nagyon fontos, hogy közel áll a szívemhez ez az ünnep. Gyerekkorom óta megtartsuk a március 15-ét, és minden évben részt veszek az ünnepségeken. Fontos, hogy megtartsuk ezt a nemzeti ünnepet. A magyar történelemben szerintem az egyik legszebb és a legnagyobb ünnep, és minden magyarnak illik egy ilyen alkalommal megjelennie. A műsor a Városi Művelődési Központ színház termében folytatódott, ahol az Erkel Ferenc Néptánc Együttes táncosai ünnepi előadásukkal koronázták meg a megemlékezést.